Harmadik alkalommal rendezik meg a fogyatékkal élők számára az egésznapos programot. Mit jelölnek meg elsődleges célként? Mindenképp szeretnénk bemutatni azt, hogy a sérült emberek milyen színvonalas kulturális műsorral tudnak készülni. Egymás szórakoztatása, a játék a lényeg, mint ahogy a rendezvény nevében is bent van. Ezen kívül népi fajátékok, akadálypályák, kézműves foglalkozások és sportjátékok lesznek a programban. Idén is, mint eddig minden alkalommal a Lánfalusi Sándor Szakközépiskola 9. és 10. osztályos szociális gondozó tanulói segítenek a rendezvény lebonyolításában. Ezen kívül a Városi Művelődési Központtól és a Kolpin Gondozási Központtól kaptunk segítséget hozzá. Kiket hívtak még a programra? Zala megyéből 10 intézmény vesz részt, és Szlovéniából 2 intézmény vesz részt a találkozónkon. A megnyitót, mint minden évben, a polgármester úr tartja. Ebben az évben meglátogat bennünket a Zala megyei Értelmi Fogyatékosok Országos Szövetségének alelnöke és a titkára is. A szolidaritás nagyon sokszor elhangzott az utóbbi napokban. Más vonatkozásban tudjuk, hogy migránsokkal kapcsolatos ez a szó, de azt hiszem, hogy a szolidaritásnak itt is nagyon nagy szerepe van. Hallottuk, hogy mennyien támogatják, mennyien segítenek a felsoroltak közül, és ezúton is szeretném megköszönni nekik ezt a támogatást és ezt a segítséget, és külön szeretném kiemelni a Kolping támogató és foglalkoztató központot, hogy ezen a rendezvényen vezető szerepet vállalnak, és a munkatársaik segítőikkel együtt azon fáradoztak, hogy a mai nap jól sikerüljön. Én nagy tisztelettel megköszönöm a rendező intézménynek, hogy napi szinten ilyen jó szakmai kapcsolatot tudunk ápolni, egymást támogatjuk és segítjük a mindennapokban, és megragadunk minden olyan alkalmat, ami talán egy kicsit ünnepi, talán kicsit eltér a szokásostól, hogy együtt legyünk, örüljünk és szerethessük egymást. Kívánok a mai naphoz minden jelenlévőnek nagyon jó szórakozást, jó egészséget, sok örömet a további életükben. Milyen további forrásból valósul meg a rendezvény? Ebben az évben nagyon szerencsénk van, mert a fenntartónk, a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezet nyert egy támopos pályázatot, és a forrás ennek nagy része, a kisebbik hányadát az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza. Honnan érkeztek a vendégek? Ebben az évben 10 Zala megyei településről, pontosabban intézményből érkeztek a vendégeink, ezen kívül Lendváról, Szlovéniából a lendvai szociális foglalkoztató és a 2. számú lendvai általános iskola tanulói vesznek részt. Csak az a fontos, milyen kincsőben a szíved rejtekén. Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép, rádöbbensz majd, amit te adsz, mások azt nyújtják fel.